Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Nos, a mai műsorunkban egy varázslatos ifjú hölgy lesz az első vendégem, Réng Júli, szervusz. Szervusz. Aki munkatársunk egyéb iránt, amellett pedig azt hiszem, amiről ma beszélünk, abban nagyon-nagyon sok az eleve elrendelés. Mégpedig azért, mert amikor megismertünk téged, akkor csak úgy kutyafuttában néztük meg, hogy mindig fantasztikus ékszerek vannak rajta, divat ékszerek, nagyszerűek, és akkor kiderült, hogy az a forma és az a tartalmi rész, az a te gondolataidat, a kezed munkáját dicséri. Én persze egyszerűbb helyzetben vagyok, mert készülve megnéztem az életpályádat, tehát tudjuk, hogy művésztanárként végeztél, és azt is, hogy remek képzőművész voltál és vagy. És azt hiszem, hogy a kreativitást ilyen értelemben már nyugodtan számon kérhetjük. Ami az asztalon van, az Júli munkája, ezt azért jelzem mindenkinek. És akkor most itt az idő, hogy beszélgessünk. Hoztam egy Saint-Exupéry idézetet, mert azt hiszem, hogy mindenképpen illik hozzád, illetve az alkotásaidhoz is. Ha hajót akarsz építeni, mondja ő, ne küldd el fákat gyűjteni az embereket, és ne oszd szét közöttük a feladatokat, hanem tanítsd meg őket vágyakozni a tengered iránt. Azt hiszem, ez nagyon is vonatkozik arra a munkára, arra az alkotói kedvre, arra a míves munkára, ami téged jellemez. Gyermekkorodban kezdted el a szép iránti érdeklődést, de honnét jöttek a gondolatok, hogy ezek a végül is köznapi, hiszen nem ünnepi ékszerekről beszélünk, hanem nagyon is 21. századi történetek ezek külön-külön, amelyeket te megvalósítasz itt. Hogy honnan jött a gondolat, hogy ezeket készítsem egyáltalán, hogy ezt a formavilágot? Igen, hogy ezt a formavilágot kiteljesítsd. Sok munka van benne, nem ezekkel az ékszerekkel kezdtem a munkát, illetve az ékszereknek az alapja, a színes része az merino gyapjú, tehát nem ez, és gyapjú, és sok kísérletezés, gyakorlás eredménye az, amit itt az asztalon is láthatunk. A néptáncos múltamnak köszönhető az talán részben, hogy illetve a képzőművész diplomának, végzettségnek is, hogy ezzel az anyaggal elkezdtem dolgozni. Ugye nagyon sok kézműves óránk, szemináriumunk volt, amit lehetőségünk volt fölvenni a főiskolán, és akkor ismerkedtem jobban az anyaggal, illetve abból adódóan néptáncos voltam, kézműves vásárokba jártam, fellépések után ott szemezgettem a műves sportékák közül. Ennek a kettőnek a találkozása hozta azt, hogy én magam is elkezdjek alkotni és ékszereket készíteni. Ez egy váltás volt valamelyest, hiszen én láttam a festményeidet. Az is hasonló, mármint stílusban mindenképpen, tehát végletekig letisztult, gondolatteli egy olyan alkotótól, aki bizonyos értelemben ránk bízza, sőt, kötelezővé teszi, hogy gondolkodjunk mi magunk is. Ez már a múlté? Ez a képzőművészeti része, igen. Tehát nem sokáig festettem, és magam igazán képzőművésznek nem is mondanám, hiszen aki valóban kézműves, vagy képzőművész pályán ment tovább a diploma megszerzését követően, nekik azért sokkal több munkájuk, sokkal több kiállításuk van, mint napjainkig is. Én néhány évig gyakoroltam azt a szép mesterséget, de inkább a kézművesség irányába mentem el, és aztán egyébként pedig az életem az más irányt vett, tehát egy ideig nem is foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, de festészettel most már nem, inkább grafikai tervezéseim vannak. Igen, hát az Zircen, Veszprémen át számtalan helyen teljesítetted ki a tudásodat, mondom én, aztán végül is, hát itt kötöttél ki, hála Istennek tehetjük hozzá Fehérváron nálunk. És arra azt figyeltem, hát a kolléganőim imádják, ha valaki a Fehérvár Televízió szebb-nélszebb lányait, asszonyait nézi, akkor felfedezi rajtuk ezeket a, mondom, ez végletekig letisztult, de csodálatos formák. Hogy tervezel? Teljesen spontán. Tehát vannak kollekciók, de igazából
nagyon sok szín közül válogatok, és a formák, a fazonok is tulajdonképpen sokfélék lehetnek. Kezembe veszem a nemezt, először is az alkotás folyamata az úgy történik, hogy meggyugrom a nemezgolyókat, és nem úgy dolgozom, hogy egy szettet vagy egy ékszert elkészítek, hanem először meggyugrom a golyót, és sokszor 10-100 golyót meggyugrok, és azt követően egy kupacba vannak, és elkezdek játszani a színekkel. Kontraszt színeket rakok egybe, homogén színeket, van, amikor a nude színeket kedvelem, de nagyon sok, mivel 32 szín közül válogatok, azért számtalan lehetőség adatik, hogy az ember a fantáziáját etéren kiteljesítse. És ugye említetted, hogy nem feltétlenül elegáns viselet. Nagyon szeretik hordani, tehát színházi öltözékhez is vásárolják. Ugye ez attól függ, hogy a színek hogy vannak összeválogatva. Tehát van csak kék kollekció, teljesen fehér kollekció, és ezt egy kis fekete ruhához bátran lehet viselni. Éppen ezért a tapasztaltabb korosztály is előszeretettel vásárolja, de itt ugye az asztalon éppen ezek a merész dekoratív színek felfedezhetők, és ezért van az, hogy a fiatal korosztályt ugyanúgy megszólítja. Igen, ez mindenképpen kreativitást igényel. Tehát nálad a kreativitás és az innováció kézenfogva jár, ha úgy tetszik. Mosolygós szemed nem különben. Én azt gondolom, hogy ez fantasztikus gondolat. Mikor csinálod ezt, Juli? Este és éjszaka és hétvégén. Tehát igazából én így vagyok teljes, mindig ezt mondom. Tehát ez a felismerés már néhány éve, hálás vagyok érte, hogy megadatott. Ugye az életben, a munkaterületén több szituációban, helyzetben és munkahelyen is kipróbálhattam magam. És néhány évvel ezelőtt magam számára is akkor tisztult le, hogy én úgy érzem magam teljesnek, hogyha a kommunikációs területen dolgozhatom, illetve legalábbis annak a közelébe. Ugye sajtókommunikációs voltam régen, tehát a kamerák előtt szerepeltem. Most a kamerák másik oldalán, hogy a gyártásban veszek részt, viszont a terület az adott, ami számomra fontos. De a kézművességet sem szerettem volna elengedni. Nyilván a napi irodai munka, vagy a gép előtti munka egy másfajta igénybevétel. Egy valóságos felüldülés nyilvánvaló. Egyébként itt említem meg, hogy nekem is van egy büszkeségem, hiszen karácsonyra kaptam tőled egy Ex Libriszt, az fantasztikus. Honnét jönnek a gondolatok ezen túl? Hiszen amikor megtervezel egy ilyen ékszert, akkor rendben van. De nagyon-nagyon kell figyelned a környezetedre is, ugye? Hogy például itt a milányainknak körülbelül milyen ékszerek állnak jól. Adsz egyébként tanácsot is a vásárlóidnak? Nem mindegyik vásárlommal találkozom. Tehát itt ugye a lányokkal mindenképp tudom, hogy melyik lány melyik színvilágot szereti, milyen viseletekben van az ünnepi vagy a hétköznapi viselete. Tehát ilyen formán velük kapcsolatban ez kiszámítható. Megrendelők interneten keresztül találnak meg, de vannak termékek üzletekben is, és ott ugye nem én vagyok az, aki képviselem a termékeket, hanem ott az üzlet eladói, akik tanácsot tudnak adni. Itt, amit az asztalon látunk, ez csak egy kivonatos része nyilvánvaló a történetnek. Hogyan lehet egy teljes kollekciót megtervezni? Én ezt az érdeklődőre, a vásárlóra bízom, tehát hogyha adott oldalon keresgél, én, ahol ugye ezek a termékek, vagy hát velem találkozhat a hölgy, a vásárló, vagy az úr, aki ugye a kedvesének szeretne ékszert vásárolni, meglepetést ajándékozni, akkor az oldalon megtalálhatja a teljes színválasztékot, tehát a színpalettát, amiből válogatni lehet, illetve a fazonok közül is válogathat. És nyilván a vásárló személyiségétől függ, hogy ő most a piros színt szereti a narancsárgával, vagy teljesen egyszerű változatot szeretne, ki tudja választani a színt, és ahhoz tud választani fazont. Tehát én nem kész termékekkel állok, legalábbis az online
boltban a vásárlók előtt, hanem ott szabad a vásár. Az üzletekben késztermékek, kész összeállítások vannak, viszont ott is lehetőség van rá, tehát hogyha valaki nem találja meg a számára megfelelőt, akkor azért én napi kapcsolatban vagyok az üzletekkel, és akkor nyilván ilyen formán is tudok segíteni. Tehát népszerű vagy, íve van a történetnek, ha úgy tűnik, tetszik. Igen. Örülök neki. No, és akkor most beszéljünk a vízikutyáról, hogy a kedves nézőink azt hiszik, hogy elment az eszem, nem így van, hiszen Axolotli egy sikersztori, egy sikertörténet. A Deponia filmjét gondolom, hogy látták, és Axolotli, a vízikutya, a sétáló hal, annak is nevezik, pedig a főszereplő, ezt majd rövidesen látni fogjuk. Én azt kérdezem, hogy amikor megbíztak téged, hogy a Deponia filmben keres egy kabala figurát, egy olyan figurát, amivel majd a közeljövőben és általában azonosítani fogják azt az új trendet, amit a Deponia hulladék gazdálkodásban kíván megvalósítani, akkor melyik volt az első gondolatod? Pontosítanék egy kicsit. Magát ezt a sétálóhalat nem én választottam, tehát ez nem az én ötletem volt, hogy ez a sétálóhal legyen a Deponiai más filmjének a kabla figurája. Tulajdonképpen a választása a Deponiáé volt. Ők pedig azért rakták le a voksot emellett, ez egyébként a valóságban is nagyon jó pofa kisállat mellett, mert ez egy megújulni tudó lény, ami nagyon jól alkalmazkodik a megváltozott környezeti körülményekhez, és ugye a Deponia, mint tudjuk, a hulladék gazdálkodással foglalkozik, és a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán keletkező hulladék újragondolásáról készítettek egyébként elsősorban gyerekeknek szóló imásfilmet, és ehhez kellett ez az Axolotl nevű állatka. És a feladat az volt, hogy ezt a kisállatot megjelenítsem úgy, hogy a cég elvárásainak is megfeleljek, az anatómiai hűség is meglegyen, illetve hát a gyerekek irányába is működjön ez a kis... Ilyenkor egy alkotó hogy tud kreatív lenni, ha az elvárásokon belül, annak mentén jöhet az ötlet és a gondolat? Jöhet természetesen, igen. Nyilván voltak alapvetések ezzel a figurával kapcsolatban, de annyira jó pofa ez a lény, hogy igen, most látjuk is, még beszél is természetesen. Igen. A színeket hogy választottad ki, hiszen itt ez egy színes, egy színkavalkád előttünk. Igen, na ez például adott volt, tehát ez kérés volt, hogy ennek a sétálóhalnak a csápjai a Deponia arculati színeit hordozzák magukon. Mivel ugye szelektív hulladékgyűjtésről beszélünk, ugye a jól láthatósági mellény is kérés volt, hogy rajta legyen a kis lényen. Az alapszíne az állatkának adott, tehát ilyen kicsit áttetsző kékes, tehát ez sem volt nehéz végül is meghatározni. Talán a nehézsége vagy a játék ebben a megrajzolásban az volt, hogy ezt az állatot már nagyon sokféle formában grafikailag feldolgozták, és hát ugye nem... Az a jó, ha az ember új dolgot talál ki. Tehát és általában ilyen Axolotli? Vagy pedig ez egy elképzelt, ami tetszik a gyermekeknek, tetszik a felnőtteknek, mosolyog, beszél, vagy ennek ilyennek kell lennie? Szerintem ilyennek kell lennie. Én most már látom, hogy igen. Szerintem ilyennek kell lennie, hogyha valaki rákeres erre az állatkára az interneten, a jellemző ábrázolása, vagy a kameraállása, honnan mutatják, szemből. Tehát mert annyira helyes kis karaktere van, és valóban olyan, mintha mosolyogna. Tehát jó volt vele dolgozni, jó volt kitalálni egy Deponiás Axolotl figurát. Igen, hát a siker pedig adott. Hogyan tovább, Juli? Milyen terveid vannak? Az ékszerek kapcsán mindenképpen tovább gondolkodom. Éppen most egy arculatváltáson megy majd keresztül a Ring Juli kézműves cég miben léte, illetve az ékszereket is egy kicsit tovább gondolom.
távolabbi jövőben mindenképpen szeretném, ha ez nemes anyagból, vagy valamiféle ötvös anyagból készülne el az ékszer. Most is minőségi alapanyagokkal dolgozom, de azért igazán tényleg az lenne a szuper, hogyha ha ez mondjuk ezüstből készülhetne el. Rajzolni a későbbiekben is fogok, nagyon szeretek illusztrálni, és főleg ilyen grafikai dolgokat rajzolni, akár a saját magam örömére, illetve felkérésre, és örülök neki. És köszönöm, hogy vagy nekünk, mert az Ircilány napról napra itt Székesfehérváron újat, mást hozol nekünk, egy kis mosolyt, egy kis kreativitást, úgyhogy ez így nagyszerű. Köszönöm szépen, Júli. Én is köszönöm, Lajos. És kedves nézőink, folytatjuk a műsort. Ebben az esztendőben rendezik meg először a Magyar Próza Napját. Nos, folytatjuk a Paletta magazint, kedves nézőink. Vendégem Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke. Tisztelettel köszöntelek. A beszélgetésünk témája pedig egy örömhír. Örömhír, mert én azt gondolom, hogy az irodalom kedvelők bármennyire is furcsa és felgyorsult a világ, Jókai Mort nem fogják elfelejteni. És a Magyar Írószövetség választmány az elmúlt esztendő november 13-án javasolta azt, hogy február 18-án Jókai Mort születésnapja legyen a Magyar Próza Napja, a szép próza kiválósága tiszteletére. Én azt gondolom, hogy Kárpát-medence szerte üdvözöljük ezt az eseményt. Hát, és nagy-nagy örömmel. Én nagyon örültem annak, mikor Szentmártoni János megkeresett engem, hogy csatlakozunk ehhez a rendezvény sorozathoz. Én gondolom, hogy azzal a reménnyel keresett meg, hogy természetesen a Vörösmarty Társaság csatlakozni fog. Hát persze nagy-nagy örömmel. Egyrészt meggyőződésem, hogy ez nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Írószövetség egy nagyon komoly rendezvénynek a lehetőségét biztosította számunkra. Azért majd, hogyha rátérünk, el tudom mondani a mi programunkat. Másrészt pedig hát elég szomorú dolog az, hogy időnként Jókai Mórt meg kell védenünk, azt a félelmetes irodalmi hagyatékot, amit ő ráhagyott a nemzetre, hogy azt meg kell védenünk néhány érthetetlen megjegyzéssel. Szégyenteljesnek tartom én magam is. Szégyenteljes. Tehát ha ponyveregény írónak tartják, akkor hát lelke rajta, aki ezt mondja. Igen, de hát te is mondtad, hogy Jókai Móron nőttél föl te is, meg én is, és még sokan. És én biztos vagyok benne, hogy így is lesz a következő nemzedékek számára is. Ehhez járul hozzá szerintem a Magyar Írószövetségnek ez a rendezvénye, ami én nekem, még egyszer mondom, rendkívül nagy örömet jelentett, mert egyrészt éreztem Szentmártoni János fölkérésében az elismerést, amivel ő mindig is említi a Vörösmarty Társaságot. Másrészt pedig hozzá tudunk járulni egy olyan országos rendezvény sorozathoz, ami azt hiszem, hogy a Vörösmarty Társasághoz is méltó lesz. Igen, én is így gondolom. Ez az egyetlen dolog, illetve nagyon sok, amelyet semmiképpen nem szabad elfelejtenünk. És most azért idézek az Írószövetség közleményéből, mert hogy nagyon frappánsan megfogalmazták, és azt hiszem, hogy tisztelet is benne van, és mindaz, amit Jókai Mórban tisztelnünk kell már, aki tiszteli. Jókai Mór születésnapja azért alkalmas a próza ünnepének megünneplésére, mert írói életműve a mai napig a magyar irodalom egyik legnagyobb, megkerülhetetlen teljesítménye. Regényíróként is máig megőrizte jelentőségét a nemzeti irodalomban, komolyan hozzájárult történelmi önismeretünkhöz és identitásunk megőrzéséhez. Azt hiszem, ezek az utolsó szavak, gondolom, főtitkár úr, ez nem a főtitkár úr írói teljesítménye, tehát Szentmártoni Jánosé, hanem valóban ezt így gondoljuk mindjárt. Hiszen közéleti szereplőként is nagyon-nagyon sokat tett a Magyarországért, és hát ne feledjük, hogy 1848-tól, sőt előtte, és hála Istennek sokáig köztünk volt, csodálatos könyvekkel gazdagított bennünket. Igen, hát megint csak arra kell gondolnunk, hogy az irodalomnak milyen komoly történelemformáló, nemzetformáló, társadalomformáló szerepe van. Ezt a szerepet ő vállalta
a maga zseniális módján és zseniális írásaival. Szeretnénk ehhez a programsorozathoz, még egyszer mondom, méltóan hozzájárulni, ami egyrészt nagyon szép feladat számunkra, különösen most ezekben a hónapokban, amikor rendkívül sok komoly, szép, nagy rendezvényünk lesz, nagy munka, de hát rendkívül nagy kedvel álltunk neki, és hát igen, remélem, hogy így is lesz. A február 18-áról annyit, tehát tudjuk, hogy Jókai Imre születésnapja, és nagyon jó időpont, hiszen tavasz előtt köszöntünk, nincs olyan nagy országos rendezvény, amivel ütközne, és ráadásul ugye tudjuk, hogy április 11-e a Magyar Költészet napja, József Attilára emlékezve, azért nekünk van, és Szent Márton János nem véletlenül mondta, hogy a Vörösmarty Társaság országszerte élen jár az irodalom népszerűsítésében, hiszen itt van még a határon túli irodalom napjai, és sorolhatnám, tehát remek rendezvények sora. És hadd mutassam meg időközben gyorsan, aztán rögtön vissza rátérünk a programra. Azt hiszem, hogy ez fantasztikus szép ez a plakát, elegáns, és hát itt van velünk Jókai Imre. Igen. No. És az, hogyha már említetted a közeljövő rendezvényeit, akkor hagyd tegyem hozzá, hogyha még nem mondtam, hogy lengyel irodalmi napot szeretnénk szervezni, sőt, hát el is kezdtük már szervezni, március 13-án olyan kiváló polonisták, műfordítók vállalták a részvételt, mint Konrád Szutarszky, vagy Csébi Géza, Kovács István, hát őket azt hiszem, hogy nem igen, kell bemutatni, és hát vendégünk lesz a lengyel nagykövet ismét. Igen, és ráadásul András Straszewski mindig itt András van velünk, amikor igen, kell. Igen, ő is előadást fog tartani, a lengyel-magyar. Tehát ez egy egyenes folytatása a Városháza dísztermében megtartott tavalyi lengyelest. Igen, és hát része annak a nagyszerű kapcsolatnak, amit mi kiépítettünk és ápolunk a lengyel író barátainkkal. Degri Polszki, Dva Bratanki, ez így rendben igen, van nagyon. Igen, ez a legőszintébben, a legmélyről jövően én szolgálom ezt az ügyet és támogatom. Köszönhetően annak a hihetetlen, komoly, most már több mint egy évtizedes barátságnak, amivel mi hát a lengyelekkel tartjuk a kapcsolatot. Zolikám, akkor fussunk át most a programokon, hiszen nagyon míves program. Igen, és még akkor csak annyit, ja, még, egyet, még egy rendezvény, ezt is föltétlen szeretném elmondani, hogy április 11-e körül, tehát a költészet napja körül valószínűleg, hogy 10-ével egy olyan találkozót szervezünk, ahova meghívnánk a Kárpát-medence magyar nyelvi irodalmi folyóiratait. Tehát ez egy fantasztikus nagy vállalkozás. Én azt hiszem, hogy fölér a határon túli magyar irodalom napjaival, vagy legalábbis olyan értékű és olyan mértékű rendezvény lesz. Míves történet lesz bizonyosan. Hát ez nagy lelkesedéssel. No, akkor érdeklődéssel várjuk a programokat. Hát mi, Szent Márton János azt mondta nekem, hogy 12-től 20-áig próbáljuk meg ezt az időszakot használni. Nem azt mondta, hogy megtölteni, hanem hogy használni ezt. Hát mi megtöltöttük. 12-én hétfőn Barbara Pollik, mint a Szikla című könyvének a bemutatója lesz a Bakonyi István vezetésével. Közvetlenül jegyzem meg, hogy ennek is nagyon örült az elnök úr, hogy különböző helyszíneken tartjuk ezeket, igen, a rendezvényeket, így a Királykút Emlékház, az Öreghegyi Közösségi Házban Nerer Györgynek a 38 pillanat című könyvét mutatjuk be. Ugyanitt az Öreghegyi Közösségi Házban a Nyugdíjas Klubban délután egy összeállítást tervezünk és rendezünk Pémaklári Évával közösen a prózai írásainkból. Van egy ilyen műsor, hát ezt tudod, igen, hogy a verseinket olvassuk fel, egymás verseit, és hát természetesen most is Cserta Gábor is közre fog működni. Nagyon izgalmas véleményem szerint, és nagy várakozással tekintünk Heiter Tamás készülő ezt én is nagyon regénye elé. Én ebben biztos vagyok, hogy ismerve a Tamást,
Ez egy kitűnő könyv lesz. Dávid kollégámnak édesapjáról van szó. Igen. És a Tamást én is figyelemmel kísérem. Most például megjelent az új versek kötet, a Vörösmarty Társaság gondozásában, fantasztikus. Igen, igen. Hát egyébként jó lenne erről a kis antológiáról is beszélni, mert nagyon nagy öröm. Pásztor Bertalan várdias íróval a drámaírásról és a Eszterháziak az ár ellen című legújabb drámájáról beszélgetünk Dunaújvárosban. Igen, hiszen ez közös Székesfehérvár Dunaújvárosi. Igen, igen. Tehát megkapcsolódott Dunaújváros. Igen, hát ezt én ajánlottam a Szent Mártoni Jánosnak, hogy ne csak Fehérváron legyen, ha már itt megyei közép-dunántúli írócsoportról van szó, és hát tudjuk, hogy Pásztor Bertalan a két város közötti irodalmi kapcsolatoknak a rendkívül lelkes segítője, és nagyon komoly összekötő kapocs a két város között. Vörösmarty teremben február 15-én Petőc András regény trilógiájának a harmadik része, ezt a Bakonyi Pista fogja bemutatni, és hogyha már itt a szerzőkről beszélünk, akkor ebben is biztos lehetünk, hogy Petőc András regény trilógiája szintén egy értékes mű. Február 17-én szombatra kellett tennünk, tehát nem tudtuk február 18-án a fő rendezvényünket, ami az összeállítás a kortárs fehérvári írók prózai írásaiból a szerzők felolvasásában. Itt is a Cserta Gábor és a Cserta Balázs működnek közre. Ennek a rendezvénynek a házigazdája Lukács József, a Vörösmarty Társaság alelnöke. És hát, hogy még színesebb legyen a dolog, én meghívtam egy felvidéki íróbarátunkat, a határon túli Magyar Irodalom napjainak most már rendszeres résztvevője, Száraz Pál, aki két új regényével jelentkezik most itt a tavasszal, és ezeket szeretnénk bemutatni. Úgy hallottam, hogy nem egyedül jön a Száraz Pál, hanem hozza a felvidéki íróbarátainkat, akik itt vannak rendszeresen, Zilig Árpád, talán még másokat is, úgyhogy nagyon várom két könyvének a bemutatóját. Az egyiket én már elolvastam, nagyszerű rövid prózai írások gyűjteménye. Én azt hiszem, hogy csodanapok elé nézünk, én már érdeklődéssel várom, és bizonyos vagyok benne, hogy az irodalom kedvelő székesfehérváriak nem különben. Hát én már annyira izgulok, Lajos, ezért. No, Zolikám, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és azt gondolom, hogy mi pedig figyelemmel kísérjük természetesen, ahogy eddig. Ha csinálják egy kis propagandát, akkor még elkészült az elmúlt két esztendő vers terméséből fehérvári költők antológiája, az elmúlt két esztendőnek a verseiből. Én elfogultan azt mondom, hogy egy nagyszerű versösszeállítás, kis antológia. Így van. Erről azt ígérem, hogy külön fogunk egy beszámolót készíteni. Köszönöm szépen. Zolikám, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a Paletta magazint látták, mint hallhatták, rendkívül míves sorozatra készül a Vörösmarty Társaság Székesfehérvár és Dunaújváros bevonásával. Én azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni. Tehát február 18-a, igen, ettől az esztendőtől kezdve a Magyar Próza Napja Jókai Morra emlékezve. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!